13 ezer ember előtt felavatták a DVTK stadiont, piros-fehérbe borult Diós Győr. A magyar írásbelikkel megkezdődött az érettségi, mintaszerű volt a feladatsor. Már Budapesten vannak a SZEUZÓ kincsek, 140 ezer látogató a vándor kiállításon. május 7-e hétfő van. 18 órakor ez a Miskolc ma. Jó estét kívánok! Jönnek a részletek. Csaknem 13 ezer ember a lelátókon. Fantasztikus látvány fogadta az érkezőket a DVTK stadionavató első bajnokián. De nem csak a stadionon belül, azon kívül is szembetűnő változást hozott az új létesítmény, amit ünnepélyes keretek között avattak fel szombaton délután a piros-fehérbe borult Diósgyőri városrészben. Még a nap is rámosolygott a DVTK stadion avató első bajnokiára, csodálatos időben sok ezer szurkoló hömpölygött a nyitó eseményre. Miközben elfoglalták a nézők helyeiket, az avató ünnepség kínált látnivalót piros-fehérbe borult a stadion és környéke Diósgyőrben. Miközben a jövő ígéretei sorfalat álltak a dicső múlt legendáinak, minden érkező szó szerint kigyönyörködhette magát a valóban impozáns stadionban. A diósgyőri labdarúgás új otthona a magyar állam támogatásával 13 milliárd forintból valósult meg. A miskolci városvezetés már eddig is 50 millió forinttal támogatta a létesítmény üzemeltetését, és így lesz ez az új stadion esetében is. Kriza Ákos dicsérte a tervezést, a kivitelezést, hiszen a beruházással újjászületett a stadion környezete is. Szerintem nagyon eltalált, ez pont ide illik, diósgyőri feelinget erősíti, és meg kell nézni a szurkolókat, milyen örömmel szurkolnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy tökéletes választás volt. Sokakat foglalkoztat természetesen a csapat szereplése mellett az is, hogy ki fogja üzemeltetni a DVTK stadiont. Erre a kérdésre a közbeszerzési eljárást követően kaphatunk majd választ. A legfontosabb a működtetés üzemeltetés tekintetében, hogy nem Budapestről kell okoskodni, hanem mindenhol a helyi adottságoknak megfelelően kell megtalálni a legjobb, legoptimális Miskolc és Diósgyőr számára legoptimálisabb megoldást, hogy ez egy tisztán magánpiaci szereplő lesz, aki ezt vállalja, vagy talán inkább a város és egy üzemeltető vállalat cég összefogásából. Ezt itt kell eldönteni, és én biztos vagyok benne, hogy polgármester úr, a város és a klub közösen jó döntést fognak hozni. Potyondi Péter vezető tervező és csapata remek munkát végeztek, hiszen valóban egy élményt adott a szurkolóknak az új stadion, amiben egyedülálló hangulat uralkodott, és az volt a nézőszám is, ugyanis 12.753-an tekinthették meg a helyszínen a borsodi rangadót. Múlt hét végén 1500 diák búcsúzott a középiskolájától, ma reggel pedig csak nem 2200-an kezdték meg az írásbeli vizsgákat Miskolcon. Szövegértési feladatsor a barátság szociológiájáról, a szövegalkotásnál pedig érvelés vagy hivatalos levélírása. Ez volt a mai magyar írásbelin. A szakemberek szerint az idei feladatsor majdnem mintaszerű volt, sokkal jobb, mint a tavalyi. Holnap a matematika érettségével folytatódik az írásbeli vizsgák sora. Ez az első része feladott lapnak, és akkor ez így érintetlen, és akkor itt lehet ezt bontani. Veres Pál, a Földes Ferenc gimnázium igazgatója emeli az első feladatlapot, amelynek témái a szövegértés és érvelés, vagy gyakorlati szövegalkotás. Nagyon odafigyelve minden egyes oldalra felírjuk a nevünket. Pontosan 8 órakor elkezdődött a magyar írásbeli érettségi. A feladatok teljesítésére 4 órájuk volt a diákoknak. Szerintem egészen jó volt, nem volt annyira nehéz, az idő volt egy kis probléma, de a másik rész az szerintem nekem nagyon jól sikerült. Az idei feladatsor szakemberek szerint mintaszerű volt. A kommunikációs készséget ellenőrizte, nem úgy, mint a tavalyi, amely túlságosan irodalomfókuszú irányba ment el. Viszonylag könnyű volt, de nem számítottam nehezebbre egyáltalán. Szövegértés, az általában erre készülünk órákon. Az írásbeli első szakaszában egy szövegértési feladatsort kellett megoldani a barátság szociológiájáról, aztán az érettségi második részében választottak a diákok az érvelés vagy a hivatalos levél írása között.
egy mű elemzésénél egy modernebb mesét kellett elemezni. Kicsit meglepett ez a választás, bár a téma szempontjai, amit a gyerekek kaptak, olyanok, amit a mű ismerete után, hiszen ezt nem kellett ismerniük, ezt az alkotást, meg tudnak válaszolni. És nagyon szép az összehasonlító elemzés része, egy József Attila és egy Szabó Lőrinc vers összehasonlításáról volt szó. Tartalmas, talán egy kicsit nehezebb mindegyik, mint az előző évben, de azt gondolom, hogy az érettségi követelményeknek megfelelő. Miskolcon ma összesen 2200 diák kezdte meg az érettségit a magyar írásbelivel. Itt a Földes Ferenc gimnáziumban 145 nappali tagozatos diákunk és 35 felnőtt képzésben résztvevő diák érettségizett. Ebből a számból 5-en voltak, akik emelt szinten érettségiztek, a többiek középszinten. Az érettségi holnap a matematika írásbelivel folytatódik. Holnap ünnepeljük a Vörös Kereszt világnapját. A mozgalom 155 éves, hazánk pedig 137 éve csatlakozott hozzá. Már a 187 ország a tagja, és az egyik legfontosabb tevékenysége a véradás szervezés. Ma az évfordulóhoz kapcsolódva véradás szervező központ nyílt Miskolc belvárosában. Innen irányítják és szervezik majd a Vörös Kereszt munkatársai a megye és Miskolc kihelyezett véradásait. 1000-nél is több véradó eseményt koordinált tavaly a Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, több mint a felét pedig Miskolcon. A statisztika szerint 2017-ben 7600 önkéntes, 22800 beteg gyógyulásához járult hozzá. Jó kedvét kérem szépen! A Vöröskereszt 1863-as létrehozásának évfordulóján Miskolcon véradás szervező központ nyílt. A frekventált helyen működő belvárosi irodából irányítják és szervezik majd a megye és Miskolc kihelyezett véradásait. Ez a véradás szervező központ azért alakult meg, arra gondoltunk, hogy egy kicsit közelebb itt a város szívében várjuk majd azokat az önkénteseket, akik esetleg szeretnék a véradó szervező munkánkat segíteni, valamint itt részletes tájékoztatást tudunk adni arról is, hogyha egy cég, egy civil szervezet, egy közösség saját maga szeretne az saját környezetében véradásokat szervezni. A Vörös Kereszt legismertebb tevékenysége a véradás szervezés. Ennek célja, hogy biztonságos vérkészlet álljon rendelkezésre a műtétekhez, a baleseti sérültek ellátásához és a vérkészítményekre, illetve transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez. A megyében a lakosság kb. 4,6%-a az, aki vért ad, ez nem azt jelenti, hogy ennyi ember ad vért, hanem ennyi egység vért tudunk levenni. Az is jellemző, hogy a rendszeres véradók évente kétszer-háromszor, valaki négyszer is ad vért. Vannak olyan véradóink, akik 100 fölötti véradásszámmal jelentkeznek, ők igazi elhivatott segítők, hiszen számolják az 56 napot és jönnek a következő véradásra. Csak néhány hét és itt a nyár. A Vörös Kereszt már most készül a legnehezebb szezonra. A szabadságolások és a tanítási szünet miatt ilyenkor kevesebb a véradó. Pedig vérre és vérkészítményekre ilyenkor is szükség van. A szervezett véradásokat a nyári időszak vérkészletének biztosítására már az új helyről, a belvárosi irodából koordinálja a Vörös Kereszt. Több mint 140 ezer látogató, 6 vidéki helyszín. Ezek a legfontosabb számai a Szehúzó Kincsek vándor kiállításának. A tárlat tavaly októbertől idén áprilisig járta az országot. Csak Miskolcon megközelítette a 25 ezret a látogatók száma. A kiállítás most hazatért. Legközelebb június végén a Magyar Nemzeti Múzeumban mutatkozik be Budapesten. Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc és Nyíregyháza, ezeket a városokat járták be a Szehúzó Kincsek, amelyek egy 3 éves tárgyalássorozat eredményeképpen 2017-ben érkeztek haza Magyarországra. Miskolcon február végétől március közepéig majd 25 ezeren tekintették meg a kiállítást. Naponta mintegy 12 órában 1000-1200 látogatót fogadott Miskolcon a Herman Ottó Múzeum, amelynek munkatársai 100-nál is többen dolgoztak azon, hogy minden gördülékenyen menjen. A miskolci intézmény képes volt biztonsági, műtárgyvédelmi szempontból és a közönség fogadása szempontjából is gördülékenyen és élményt, emléket, ugye maradandó emléket jelentő módon megrendezni, ami azt jelenti,
illeti, hogy a jövőben is, hogyha hasonló műkincsek országos vándorútra kelnek, vagy pedig valamilyen rangos kiállítás Miskolcra való befogadásáról lehet szó, akkor a múzeum úgy gondolom készen áll erre a feladatra. 14 nagyméretű ezüstedény, 68,5 kg ezüst, ezek maradtak meg a római császárkor késői szakaszából. A leletegyüttes tulajdonosa nevét kapta, Szeuzó a római birodalom gazdag elitjéhez tartozott. Sikerült egy nagyon rövid idő alatt, tehát 6 hónap alatt, 6 városban egy olyan élményt adni az ott élő, illetve a környéken élő lakosoknak, ami egy országos élmény. Ugyanazt az élményt kapták meg, egy nagyon szép kiállítást kaptak, egy okos kiállítást kaptak, én azt hiszem, egy olyan kiállítást, ami egyszerre mutatta be ezeket a kincseket, mutatta be, vagy mondta el ezeknek a kincseknek a jelentőségét, nem csak a saját koruk, belül, hanem mi számunkra is való jelentőségüket is. És tulajdonképpen megmutatta azt is, hogy Magyarország milyen hihetetlen mértékben egy európai nemzet és egy európai ország. A kiállítás legközelebb július végén a Magyar Nemzeti Múzeumban mutatkozik be Budapesten, nyár végétől pedig olyan reprezentatív római kori emlékekkel egészül ki, amelyek jelenleg is a Magyar Nemzeti Múzeum üteményében vannak. Idén is látványos, mozgalmas, szabadtéri programokkal hirdette meg jövő évi bemutatóit a Miskolci Nemzeti Színház. A programban bárki vezényelhette a színház zenekarát, és a színház szeretők most mérkőzésen is szurkolhattak. Deák Bárdos Mihály, Európa-bajnok birkózó ugyanis elfogadta Béres Attila színházigazgató kihívását. A fő utcán sok portéka, a színész magát árulja. Ezzel a rigmussal kezdődött meg a Miskolci Nemzeti Színház minden évben rendhagyó évad bemutatója a színház előtt a fő utcán. Idén Kálmán Imre operett bemutatója a Cirkusz hercegnő kapcsán. Cirkuszünnep volt a témája a programnak, többek között arcfestéssel és bohócokkal. De a színház zenekarát is bárki vezényelhette ma. Mutatvány számba ment egy birkózó mérkőzés is. Béres Attila direktor Deák Bárdos Mihály Európa-bajnokkal csapott össze, bár ebben némi segítsége is akadt, így barátságos döntetlenben egyeztek meg a felek. A következő évadról is Miskolc főutcáján tartottak sajtótájékoztatót. Több kortárs darab is szerepel az évad műsorán. A Miskolci Nemzeti Színház, és ezt tudom, az egyetlen olyan színház Magyarországon, sőt, talán azt hiszem az egész magyar nyelvterületen, ahol jövőre például 3 olyan bemutató lesz, amit 3 magyar író most épp ír. Sokféle bemutatóval készül a színház Csehov 3 nővére mellett, Erkel Hunyadi Lászlója, Kosztolányi Édesannája, Shakespeare Lear királya is bekerült a műsorba. A Hello Dolly musical mellett gyerekdarabok és színházi csemegék is lesznek. Nagyon-nagyon várom a K2 színház, a Fábián Péteres Benkó Bencével a közös munkát, ugye, ami most trilógiává bővül, az Elza, ugye az Elza vagy a világ vég, az emberek alkonya után megíródik a harmadik rész is, és hát nagyon nagy várakozásokkal állok elébe. A Miskolci Nemzeti 16 bemutatóval készül a jövő évadra, amelynek bérleteit már most megvehették a színház kedvelők Miskolcon. Bútorok, festmények, edények, könyvek, hangszerek és meg annyi antik különlegesség közül lehetett válogatni vasárnap a Régiségvásárban. Ismét benépesült a főutca árusokkal, gyűjtőkkel és érdeklődőkkel. A nézelődők közül sokan nosztalgiázni is járnak a Régiségvásárra minden hónap első vasárnapján. Már kora délelőtt benépesült Miskolc sétáló utcája. A fő utcára árusok települtek, hogy portékáikat kínálják. Volt, aki csak nézelődött, de akadtak olyanok is, akik kincsekre találtak a régiségek között. Hát ilyen turkálós dolgokat szoktam nézegetni, de nem mindig sikerül, amit meglát az ember, és megtetszik. És mit tetszik szólni ahhoz, hogy Miskolcon minden hónap első vasárnapján ilyen lehetőség van? Mindig el szoktunk jönni. Miskolciak vagyunk, és szeretjük ezt a vásárt. Kerékpár, asztal, szék, lámpa, ernyő, háztartási eszközök a múlt századból. Az érdeklődők többsége már tudja, hogy ami másnak meguntá, haszontalanná vált, az nekik értékes lehet.
a múltbéli emlékek és tárgyak otthon új életre kelhetnek. Rendszeresen kiállok ide a régiségvására, mandula formákat vettem a mandula süteményhez, illetve egy fajta sorrófát, mert ilyen még nincsen. Utcanévtáblák, feliratok, szobrok, fényképezőgépek, festmények, régi kötetek, magyar történelmi, természettudományos könyvek és ritkaságok. Nem volt hiány régiségből és érdeklődőből sem, és az árusok is elégedettek voltak. Én vásárosnom így vagyok, és hát általában itt vagyok a vásáron, hogyha jó idő van, mert ugye én főleg könyvekkel foglalkozom. Jó ötletnek tartom, meg azt is jó ötletnek, hogy hát ugye belvárosban van, mert így akkor elég nagy a közönség is, meg a felhozata is. A régiségvásárt legközelebb június első vasárnapján, 3-án rendezik meg Miskolc főutcáján. Jótékonysággal egybekötött sportnappal, családi vetélkedőkkel és egészségmegőrző programokkal várták a látogatókat szombaton a Selyemréti strandra. A véradásért cserébe napi fürdőbelépő járt. A rendezvényt az Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület is támogatta. A fürdő legközelebb Pünkösdre és gyereknapra is meglepetés programokkal várja a családokat. Akár úszóversenyre is benevezhetett, aki kilátogatott szombaton a Selyemréti strandra. A májusi melegben sokan időztek a dögönyözők alatt vagy a pezsgőfürdős medencékben. Emellett sport és egészségmegőrző programokkal is várták a családokat. Nagyon színes a választék, apraja nagyja megtalálhatja a maga számítását, családi programok is vannak, úgyhogy szerintem nagyon széles körben lehet szórakozni, kikapcsolódni, úszni, pihenni. Aki az egészségi állapotára volt kíváncsi, megmérethette vércukorszintjét vagy vérnyomását, de az első segélynyújtás és az újraélesztés technikáját is bemutatták a Vöröskereszt munkatársai. Abban bízunk, hogy itt meg tudjuk szólítani azokat az embereket, akik még esetleg nem véradók, nem adtak vért, több munkatársal, önkéntessel vagyunk jelen, tájékoztatást tudunk mindenkinek adni a véradásról, személyesen is, ezáltal egy kicsit bizalmat tudunk reméljük ébreszteni azokban, akik még nem voltak bátrak és még nem jelentkeztek, hogy vért tudjanak adni. A Miskolci Turisztikai Kft. Azért támogatta a Vöröskereszt strandra kitelepült véradási kezdeményezését, mert a nyári időszakban kevesebb a véradó. Minden véradónak biztosítunk egy fürdőbelépő jegyet ide a strandfürdőbe, amelyet egész nyár folyamán felhasználhatnak. Fontos volt a számunkra az már a tavalyi év tapasztalata alapján is, hogy ne csak fürdőzéssel szórakoztassuk a vendégeket, hanem különböző programokkal is, ezért itt a nyárindításnál is már szerettünk volna valami különlegeset alkotni. A szépségsátornál arcápolással, tanácsokkal várták a látogatókat, aki pedig a harcművészetek iránt érdeklődött, az karate bemutatót is láthatott a strandon. Szombaton délután újra megcsodálhatta az egész ország a DVTK szurkolók, a miskolciak futball szeretetét. Ugyanis hazai viszonyok közepette, egészen elképesztő hangulatban és külsőségek közepette rendezhették meg az új stadion első NB1-es mérkőzését, a DVTK mezőköves találkozót. Bár az elmúlt fordulókban mély repülésben vannak a piros-fehérek, mégis több mint 12 ezeren adták meg a bizalmat sokadszor is a játékosoknak. A DVTK elrontotta a futballünnepet, és minden szempontból nagyon gyengén teljesítve 1-0-ás vereséget szenvedett. Bár az előjelek nem voltak jók, hiszen úgy alakult, hogy egy kiesési rangadóval avatták fel a DVTK labdarúgó csapatának új otthonát, de mégis szinte teltház több mint 12 ezer néző előtt futhattak ki a pályára a csapatok. Majd az első lehetőség a DVTK előtt adódott, de végül tisztázott a vendégvédelem. Bő fél óra játék után centikre járt csak a vezetéstől a Diós Győr, jól jött be Forgács labdája, de végül a kapus és a kapufa közösen hárították Ioannidis fejesét. Közvetlenül a szünet előtt újra DVTK helyzet kerekedett, de a komoly kavarodás végén jó volt a vendégblokk. Ám sajnos nem teljesített jól a számára nagyon fontos teltháza stadion avatón a DVTK. Az első komoly figyelmeztetést Kosta Zicsere adta, de Antal kapus nagyot védett. Majd a végjátékban sem a pirosak, hanem a vendégek voltak veszélyesebbek, de kimaradt ez a Zicsere.
Majd jött a 88. perc és összetört a DVTK-ért szorítók szíve a lelátón. Ugyanis a védelem kapitális hibájából a csereként pályára lépő Dražić a hálóba lőtt, ami a végeredmény is lett. Jobban akart, jobban játszott, nagyobb szívvel küzdött a DVTK-nál ellenfele, és megérdemelten nyerte meg a kiesési rangadót. Én úgy érzem, hogy teljesen megérdemelten nyertünk itt az első perctől a 90. percig, mondhatom azt, hogy mi irányítottunk. Nagyon nehéz helyzetben van mindkét csapat. Úgyhogy igazán most kiderült, hogy kik azok, akire igazán lehet számítani. Bár kielemeztük az ellenfelet és felkészültünk a mérkőzésre, de az eredmény elfogadhatatlan lett, kezdte gondolatait a hazai szakvezető. Nem kezdtünk rosszul, az első félidőben két nagy helyzetünk is volt, de úgy gondolom, a mi helyzetünkben, ilyen szituációban ezeket a helyzeteket értékesíteni kell. Bár a második félidő úgy indult, hogy kiegyenlített volt a játék, döntetlen szagú a mérkőzés, ám a záró 20 percben rosszul olvasták a történéseket játékosaim, és sajnos ez lett a vége, fogalmazott a Diós Gyűri vezetőedző. Játékos interjúval és szurkolói véleményekkel kiegészített összefoglalónkat keddi sportműsorunkban láthatják, ami után 19 óra 30 perctől tekinthetik meg nézőink a drámai véget érő DVTK mezőkövest bajnokit. Miskolcon is megrendezték a Vivi Csitta városvédő futóversenyt. A kellemes vasárnapi napsütésben csaknem ezren döntöttek úgy, hogy jelenlétükkel bizonyítják be, hogy ők a futás és a város hívei. A 2700 méteres belvárosi futófesztivál nagy sikert aratott. A sportélet a főszerep vasárnap délelőtt, ugyanis városunkba érkezett a Vivi Csitta városvédő futóverseny. Már a bemelegítésnél is látszott, hogy sem a hangulattal, sem a létszámmal nem lesz gond. Egészen pontosan 946-an sorakoztak fel a Miskolc belvárosában kijelölt 2,7 kilométeres táv teljesítésére. 3, 2, 1, a népszerű futóesemény áprilisban kezdte el országjáró túráját, bár talán a Vivi Csitta esetében nem is a verseny a megfelelő jelző. Ugyanis nem feltétlenül kell futva, lehet bárhogyan, sétálva, beszélgetve, kocogva, egyénileg és csoportosan is teljesíteni a bármilyen edzettségi állapot esetében is letudható 2700 métert. A szeresd a várost és fuss egy jót mottó jellemezte most is a belvárosi sporteseményt, amit a Diósgyőri tájfutók üdvöskéje végül 9 percen belüli idővel a leggyorsabban teljesített. Ez függ attól, hogy az ember egy időt akar futni, egy szintet akar teljesíteni, vagy meg akarja nyerni a versenyt. Én időt szerettem volna futni, egy nagyjából olyan 15-20 másodperccel jobbat akartam futni, azzal benne elégedett lennék. Ez most nem jött össze, lemérem jövőre meg tudom csinálni. Mindösszesen 11 éves a Miskolci Öttusa Klub nagy ígérete, aki elsőként érkezett a célba a női mezőnyben. Hát én öttusázom. Belül vagyunk az 5 perces ezreke. És bravo! Hát minden nap futunk. Egy 5 perces kilométer. Legalább 5 kilométer. Miskolc város alpolgármestere adta át a dobogósoknak az elismeréseket. Kis János szerint a Vivi Csitta azért is remek kezdeményezés, mert egészségmegőrzés, sportolás közben találhatunk rá, fedezhetjük fel újra városunk szépségeit. Szerintem, aki eljön egy ilyenre, nem futja agyon magát, csak szépen, kényelmesen, ilyen kocogósan, de olyan sok élményt kap, ami után majd el fogja vinni a következő alkalomra, illetve előtte el fogja vinni néhány edzésre, és aztán persze majd lehet fokozni a sport teljesítményt is, de a lényeg mégiscsak a mozgás és az együttlét. A legnépesebb csapat díját a Kazincz Barcikai Pollak Mihály iskola vehette át, a miskolci iskolákat alapul véve pedig az Arany János Általános Iskola vett részt a legtöbb indulóval, a Vivi Csittán. És sportblokkunk végén hívjuk fel nézőink figyelmét arra, hogy 20 óra 30-tól felvételről követhetik figyelemmel a Miskolc Steelers Budapest Wolves rangadót a hazai amerikai futballbajnokságból. Most pedig nézzük a legfontosabbakat még egyszer egy-egy mondatban. 13 ezer ember előtt felavatták a DVTK stadiont, piros-fehérbe borult Diós György. A magyar írásbelikkel megkezdődött az érettségi, mintaszerű volt a feladatsor. Már Budapesten vannak a Szeúzó kincsek, 140 ezer látogató a vándor kiállításon.
Ezek voltak a legfontosabbak. Friss információkkal kedden este 6 órakor várjuk Önöket legközelebb. Addig is keressék híreinket online hírportálunkon, a minap.hu-n. Itt riportjainkat is újra nézhetik. Várjuk észrevételeiket is. Írjanak nekünk az info@mikon.hu e-mail címre. Az átlagosnál melegebb idő folytatódik holnap is, igaz a szél továbbra is megmarad. A részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Én híradót készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, töltsék kellemesen az estét, viszontlátásra!